Zöld város program, parkokat, játszótereket, sportpályákat újítanak fel a Vénkertben. Egyetemi állásbörze, munkalehetőségekkel, karriertanácsokkal várták a diákokat. Húsvét előtt a tavalyihoz hasonló árakon lehet sonkát és tojást vásárolni Debrecenben. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió hírműsora, a Napszemle. Április 17-e, szerda van, jövünk a legfrissebb helyi hírekkel. Napokon belül elkezdődik a Zöldváros program a Vénkertben. Megújulnak a parkok, a játszóterek, a sportpályák és korszerűsítik a Borsos villát. A beruházás 26 ezer négyzetmétert érint és csaknem 600 millió forintba kerül. Az önkormányzat tervei szerint a munkával 9 hónap múlva végeznek. Így néz ki most a Vénkertben a Borsos József tér. A park felújítása is része a városrészt érintő csaknem 600 millió forintos átalakítási munkáknak. Mindezt a Zöldváros program keretében végzik el, ilyen lesz, miután végeznek a parképítéssel. Pap László polgármester azt mondta, a Borsos József tér a városrész égkövévé válik, ha elkészülnek a munkákkal, aminek része a 2011 óta üresen álló villa felújítása is. 116 millió forintból kívülről és belülről is megújul az épület. Egy nagyon-nagyon komoly beavatkozást kell végrehajtani, a tetőszerkezetet teljesen felújítani, hőszigetelni, szigetelni az épületet, a külső karzatrészeket, erkérészeket teljes egészében le kell bontani, mert statikailag meggyengültek. A Sínai Miklós utcai parkban is lesznek átalakítások, a Füredi út és a Böszörményi út által határolt területen korszerűsítik a játszóteret és a sportpályát, megtartják az ottani dombot, aminek tetejére pad kerül, és létrehozzák az első közösségi kertet. A Domokos Lajos utcán is parkosítanak, az ottani játszóteret felújítják, és kondi parkot is építenek. Barcsa Lajos alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője bejelentette, a hosszú tervezési programot követően napokon belül elindulnak a munkák, amik több mint 26 ezer négyzetméter. A 70-es évek óta nem volt ekkora átfogó fejlesztés itt ezen a területen, azóta nagyon komolyan nem tudtunk beavatkozni a Vénkerti lakótelep közterületeibe. Jelen esetben most ez a program lehetőséget adott rá. Nyilván a tervezési program azért is volt viszonylag hosszú, mert kíváncsiak voltunk a lakosok véleményére is. A vénkerti fejlesztések várhatóan 9 hónapot vesznek majd igénybe. A Zöldváros program keretében idén 6 városrészben lesznek fejlesztések. Ösztöndíjakkal, friss diplomás programokkal és esetenként állásajánlatokkal várták ma a fiatalokat a Debreceni Egyetem állásbőrzéjén. A diákok elsajátíthattak munkakeresési módszereket, de akár próbaállás interjún is tesztelhették magukat. A munkaadók részéről akkora volt az érdeklődés, hogy több cég ki is szorult a rendezvényről. Évvégére készül el a National Instruments új irodaháza, amely révén 210 munkahely jön létre a városban. Sokan érdeklődtek az amerikai székhelyű vállalat munkalehetőségei iránt. Végzős gazdaságinformatikus hallgató vagyok, és hát valamilyen informatikai pozíció iránt érdeklődtem. A szervezők nem csak a friss diplomásokat, hanem minden álláskeresőt vártak az egyetemi bőrzére. Próbáltam már így egy-két helyre jelentkezni, így azt hallom a keresőktől, hogy így a nyelvtudás az nagyon értékes, meg tök jó, úgyhogy próbálok így az anglisztikával elsősorban, illetve ezzel a média minorral kezdeni valamit. Csaknem 80 cég, kis és középvállalkozások, multinacionális vállalatok vettek részt a rendezvényen, állásokat, szakmai gyakorlati helyeket, friss diplomás programokat és ösztöndíjakat kínálva. Abban mindenki egyetért, hogy beszűkült a munkaerőpiac, ezért egyedi stratégiák kellenek, hogy megfelelő dolgozókat találjanak. Nem csak a térség KKV-i, hanem az ipari szektor összes jelenlévő képviselője ezzel a feladattal küzd. Ezt kell, hogy megoldjuk, és még egyszer mondom, feladatunk ugyan a jelenlévő kollégák motiválása, és csoportban tartása és a külső munkaerő megnyerése. A Debreceni Egyetem évente két alkalommal, tavasszal és ősszel segíti a karrierépítést és az álláskeresést a bőrzével. A kapcsolatteremtésre ad lehetőséget az állásbőrze, amit már több mint két évtizede megrendezünk. A népszerűséget mutatja, hogy évről évre nő az érdeklődő cégek, vállalatoknak a száma. Jelenleg már ott tartunk,
hogy nem is elegendő évi egy alkalommal. Egy friss adat szerint egyébként Debrecenben az elmúlt 3-4 évben a korábbi 7% fölötti munkanélküliségi ráta 4% közelébe süllyedt. Húsvéthoz közeledve adományosztásokat szervez a Magyar Református Szeretett Szolgálat Hajdúbihar megyében. Ma Debrecenben segítettek rászoruló családokon. A reménysugár hajléktalan nappali melegedő udvarán 90 nélkülöző családnak és idős embernek adtak át csomagot. Mindegyikbe olajat, tésztát, lekvárt és édességet raktak, mintegy 4000 forint értékben. Az érkezőket szendvicsekkel és teával is várták. A Református Szeretett Szolgálat célja, hogy húsvétkor a rászorulók asztalára kicsit több élelem jusson. Azt gondolom, hogy a húsvét ünnepe már csak a névből eredően is egy kicsit gazdagabb kell, hogy legyen, mint amit önállóan elő tudnak állítani ezek az embertársaink. És a Szeretett Szolgálattal arra gondoltunk, hogy gazdagítsuk meg az ő húsvétjukat, legyen ez tényleg örömünnep, az élet ünnepe, hiszen Jézus Krisztus feltámadása ezt hozta el nekünk. A sonka és a tojás a húsvéti ünnepi asztal két elmaradhatatlan fogása, mindkettőből nagyon sokan vásárolnak ezekben a napokban a debreceni boltokban és a piacokon. A kínálat bőséges, az árak pedig nem változtak jelentősen tavaly óta. Megállás nélkül érkeztek a tojásos standhoz ma délelőtt a nagypiacon. A húsvét közelettével egyre több a vásárló. Mi annak a híve vagyunk, hogy naponta egy tojás az feltétlenül hasznos és egészséges. Húsvétkor meg aztán sonka levébe főzve, az király. Széles a választék a legkisebbektől a 60-70 grammos tojásokig. Az árak nem változtak tavaly óta, darabját 25 és 50 forint között kínálják mérettől függően. Az általunk megkérdezett áru szerint a közepes méretű tojás fogy a legjobban. A sütéshez meg festeni, hát meg vagyunk elégedve vele. Ennyit szeretnék elmondani a forgalommal. Tehát van állandó vevőkör, és ilyenkor azért visznek többet, mint az átlagos. A sonkából is jóval több fogy ezekben a napokban. Ennek a debreceni húsboltnak is jelentősen megnövekedett a forgalma. Paraszt sonkát szoktunk venni, egy olyan 10-12 kilóst, a hagyományost, és akkor is befőzzük, ahogy szoktuk, tojás, füstölt kolbász mellé. A tapasztalatok szerint nem csak a főt, hanem a füstölt sonkák iránti kereslet is egyre nagyobb. Nagyon népszerű még a paraszt, a darabolt és az úgynevezett szívsonka is. Jelentős árváltozás itt sincs. Fajtától függően kilónként 1700 és 2300 forint közötti áron lehet vásárolni. Kellő időben száraz sózással történik a pácolása. Ez 4-6 hetet is igénybe vehet. Ezt követően kerül még egy pác léretétel, ahol kiegyenlítődik a sótartalom, majd ezt követően kerül füstölésre, hagyományos füstölésre. A szakember hozzátette, a sonkák ideális víztartalma 20%, akkor lesz ugyanis megfelelő a sonka összetétele és az íze. A magyarok évente több mint 3 millió egészséges életévet veszítenek krónikus megbetegedések miatt. Ez mintegy 20%-kal magasabb az Európai Uniós átlagnál. A betegségek kialakulása sokszor a helytelen táplálkozásra vezethető vissza. Egyebek mellett erről is szó volt ma a Nemzetközi Táplálkozás Marketing konferencián Debrecenben. Az egészség záloga a megfelelő táplálkozás. Az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb adatai szerint a betegségeknek több mint 40%-a szoros összefüggésben van a táplálkozással. A férfiak csaknem 70, a nők több mint 60%-a túlsúlyos, és minden ötödik ember elhízott. Ez nagyon sok esetben vezet szív- és érrendszeri betegségekhez, diabéteshez és különböző tumoros megbetegedésekhez. A szakemberek szerint Magyarországon 10-ből 4 ember nem fordít gondot az egészséges táplálkozásra. Hajlamosak vagyunk többet enni, kényelmi ételeket fogyasztani. Tehát nagyon sokszor feleslegesen sok kalóriát viszünk be a szervezetünkbe, és kevésbé figyelünk oda arra, hogy például zöldségeket, gyümölcsöket együnk. A 20. századi orvoslás fő célja a betegségek gyógyítása volt. Ma azonban már a szakemberek a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. A fogyasztók magatartását sokféleképpen lehet befolyásolni. Ebben nagy szerepe van a 21. századi táplálkozás marketingnek. A gasztronómia területén, hogyha kisebb tányérokat alkalmaznak a,
az étterem tulajdonosok, akkor gyakorlatilag ebből a fogyasztók kevesebbet fognak fogyasztani, mert az ételadagot a tányérukon többnek fogják érezni, mind mennyiségre, mind kalóriára, és ez kisebb fogyasztáshoz fog vezetni. A 13. Nemzetközi Táplálkozás Marketing Konferencián orvosok, dietetikusok, élelmiszeripari szakemberek, egyetemi kutatók tartottak előadásokat a Nagyerdei Stadionban. A szakemberek közös célja az élelmiszerfogyasztók szemléletformálása. Tovább folytatódik a Zsuzsi-erdei vasút felújítása. Ma délelőtt két vasúti kocsit szállítottak el Hódmezővásárhelyre, ahol teljesen felújítják őket. A 12, illetve 15 tonnás kocsikat a Faraktár utcai telephelyről vitték el hatalmas daruk segítségével. Az erdei vasút legrégebbi személykocsiját 1949-ben, a másikat pedig 1960-ban állították szolgálatba. Jelenleg mindkét szerelvény üzemképtelen. Hódmezővásárhelyen felújítják és felkészítik a műszaki vizsgára őket. A tervek szerint a munkát legkésőbb október végén fejezik be. Egyre nehezebb a véradókat megszólítani, erre hívták fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének éves közgyűlésén. A legfőbb gond, hogy sokan inkább plazmát adnak anyagi juttatásért cserébe. A Vöröskeresztnek megyeszerte mintegy 9000 tagja segíti a rászorulókat. Sok fiatal adott vért egy hete az ifjúsági házban. A kellemetlen tűszúrást feletteti a gondolat, hogy akár életet is menthetnek ezzel a gesztussal. Az országos vérellátó szolgálat még egy SMS-sel is köszönetet mond a résztvevőknek. A megyében tavaly közel 800 véradó alkalmat szervezett a Vöröskereszt. A tapasztalatok szerint azonban egyre nehezebb megszólítani az embereket. Míg 2017-ben mintegy 18 ezeren, tavaly már csak 16,5 ezeren adtak vért Hajdú-Biharban. Nem tudunk versenyezni, azt kell, hogy mondjam, a rengeteg plazma vételi helyjel, Debrecenben 5 van, és ez így fog haladni, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egy pár éven belül itt az önkéntes vérelátással komoly gondok fognak lenni, tehát talán még most kellene úgymond ébresztőt fújni. A közgyűlésen elhangzott, hogy a megyei szervezet tavaly jól gazdálkodott, több mint 7 millió forintnyi többletet ért el. A Magyar Vöröskereszt munkatársai az első segélynyújtásban, a katasztrófa védelemben, az ifjúság nevelésében is kiemelkedő munkát végeznek. A Magyar Vöröskereszt összegészében, szociális területen, napi szinten, akár 30 ezer embernek nyújt segítséget valamilyen formában. Nem biztos, hogy intézmény vagy normatív ellátásban, hanem lehet, hogy egyszerű ruhaosztás a nagycsaládosoknak, vagy segélycsomagok akár a gyermekszájprogramunk tekintetében. A rendezvényen Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke megköszönte a Hajdú-Bihari szervezet mintegy 9 ezer tagjának az elvégzett munkát és rászorulóknak nyújtott segítséget. Újabb jövevény az állatkertben, a Bennett kenguruk családja gyarapodott egy utóddal, amit már bárki megnézhet, ha elég szemfüles. A kis kenguru ugyanis most még csak a fejét dugja ki mamája erszényéből, ahová születése után befészkelte magát. Egyelőre még azt sem lehet tudni, hogy milyen nemű. A biztonságot nyújtó menedéket egy hónap múlva hagyja el először, de várhatóan 9 hónapig még visszatér oda. A Tasmániában és Ausztráliában honos állat, rajta van a Természetvédelmi Világszövetség kihalással fenyegetett fajokat összefoglaló vörös listáján. A debreceni állatkertben az új jövevénnyel együtt már 4 kenguru van. Egy gólos hátrányból várhatja a visszavágót a DVSC a Magyar Kupában. Az elődöntő első mérkőzésén 1-0-ás vereséget szenvedett a Loki, a bajnoki címvédő Molvidi otthonában kedden este. A fehérváriak már a 3. percben megszerezték a vezetést. Tamás Krisztián baloldali beadása után Futács Márkó 6 méterről fejelt a hálóba. Ezután voltak helyzetei a DVSC-nek is, előbb Varga Kevin a lécet találta el, Ferenci János lövését védte Kovácsik, a félidő végén pedig Tőzsér szabadrugása Vinicius lábáról pattant kevéssel a bal kapufa mellé. A szünet után a Loki beszorította a Vidit a kapuja elé, de nem sikerült az egyenlítés, annak ellenére sem, hogy a 86. percben a fehérvári juhász megkapta a 2. sárga lapját. A visszavágót jövő kedden rendezik a Nagyerdei Stadionban. Eddig tartott ma a napszemle, riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán is. Híradóval legközelebb holnap a megszokott időben este 7-kor jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!